nagybőjt a hamvazó szerdától húsvétig tartó időszak, egyben a bűnbánat és az előkészület időszaka a keresztény kultúrában. A 40 napos bőjt a Krisztus halála iránti tiszteletből fakad, és ezzel együtt az ember megújíthatja magában a hit, remény és szeretet egységét. A lila árnyalat a bűnbánat liturgikus jelképe. Ilyen színű lepellel borítják nagybőjt 5. vasárnapjától a feltámadási szertartásig a templomi feszületeket, továbbá a főoltár képét. A jelenlegi bőjti fegyelmet 1966-ban határozta meg a püspöki kar. Szigorú bőjtöt hamvazó szerdára és nagypéntekre írtak elő, valamint ezeken a napokon és a nagybőjt többi péntekén a hús fogyasztása nem megengedett. A bőjt önfegyelemre tanít és segíti a szellemi, lelki fejlődést. Az imént hallottuk, mit mond a katolikus vallás a nagybőtről, de azzal is foglalkozunk, hogyan látja ugyanezt egy vallásos művész és tudós. Mai vendégeink Petrás Mária népdalénekes, keramikus művész, dr. Csókai András idegsebész és Pajor András atya író, a Keresztény Kulturális Akadémia elnöke. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok. Önök az Ez itt a kérdés március 12-i adását látják, és jó estét kívánok a kedves vendégeinknek is. Hihetetlen izgalmas időszakban vagyunk. Ugye a nagybőjt gyakorlatilag két évezrede, most már több mint két évezrede visszatérő liturgikus eseménye, vagy hitbéli eseménye a katolikus egyháznak, de most valami egészen furcsa világban élünk, hiszen nyakunkon van egy olyan istenverése, a pandémia, amely akár a nagybőjt jelentését is átalakíthatja egy picit. Jól gondolom ezt, András atya? Van, amikor saját magunk vállaljuk a bőjtöt, ez a normális. Amikor mi magunk kitűzzük magunknak azokat az elhatározásokat, amelyekre úgy gondoljuk, hogy szükségünk van. És van, amikor a sorsunk hozza úgy, hogy nem nekünk kell választani, hogy mivel bőtölünk, hanem egyszerűen egy olyan körülmény áll elő, amelyben nagyon óvatosnak kell lennünk, nagyon kell vigyáznunk, nagyon sok szomorúsággal jár, nagyon sok megpróbáltatással jár, és ilyenkor fel kell fedeznünk, hogy a bőjt és a bőjttel kapcsolatos türelem, helytállás ebben nyilvánul meg. Most éppen ezt éljük át. Ezt éljük át az érintés bőjtjét, a távolság bőjtjét, és még sorolhatnám tovább a veszteségeket. Mária, ön hogyan éli meg ezt az időszakot? Én úgy érzem, hogy egy próba előtt vagyunk, hogy hogy tudunk viselkedni, mint keresztények, egy ilyen helyzetben is, hogy állunk helyet. És néha úgy érzem, hogy egy esély ahhoz, hogy még jobban merüljünk el magunkba a legmélységebbekig, és találjuk fel keresztény módon magunkat. Hogy kell viszonyulni a társainkhoz, embertársainkhoz, és legfőképpen magunkhoz. Én úgy érzem, hogy egy olyan próba, hogy még jobban át kell gondolni azt, hogy mint keresztények, hogy kell viseljük ezt, és hogy kell viselkedjünk. Én inkább ezt látom. Egy esély ahhoz, hogy nagyon komolyan gondolkodjunk el nagyon sok mindenen, hogy milyen jó úton vagyunk-e. És egy keresztény orvos hogyan látja ezt, András? Hát a bőjt azért az a szenvedés, és minden szenvedésnek megvan a teremtő energiája. Ennek az egyéves bőjtnek is meg lesz a teremtő energiája? Igen, szóval van egy gyönyörű mondata az evangéliumnak, a új szövetségnek, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik, és ugye ez nagy kérdés, hogy válhat egy ilyen pandémia a javára az Isten szeretőknek. Hát pontosan úgy, hogy bizony sokat kell szenvednünk, sok szenvedés által rádöbbenünk azokra a nagyon-nagyon mély igazságokra, hitigazságokra is,
tudományos igazságokra is, mert az igazság az ott lenne a mélyben azért egy, mindegy, hogy a tudomány vagy a hit oldaláról közelítjük meg, ami által erősebb hittel, erősebb örömmel állunk talpra, és jövünk ki adott esetben egy ilyen mélypontról. Van egy gyönyörű szép verse Boldog Salkaházi Sárának, így van, hogy pusztító viharnak egy sóhaj parancsol, ima böjt, ima, lüktető gennyes sebek gyógyulnak, ima, 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 egy ország újra élni kezd, böjt, 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 egy ország lesz szabad és erős, böjt, ima, böjt. És ez egy egyénre is igaz, egy országra, egy közösségre is igaz, és bizony most vannak lüktető gennyes sebeink, de ki fogunk belőle jönni, és ennek a körvonalai már látszódnak is, amik ugye elhangzanak, hogy ebbe a versenyben még óriási a küzdelem, de tör előre az oltás, és le fog maradni a vírus. Persze a minden, az Isten szeretőknek minden a javukra válik, az csak abba a konstellációba érthető meg, ha elhisszük a feltámadást, a húsvétnak a nagyon lényeges pontját, de ahhoz kell valóban a nagypéntek, és az, hogy e világból is vagyunk, de az örök életből is vagyunk, és a földi életünk vége, az nem a lényege, az nem a elmúlás, hanem a majdani feltámadást. Ebben a hitben valóban Isten szeretőknek minden a javukra válik. Még egy ilyen kutya pandémia is, a sok halottal, sok szenvedéssel együtt. Istent nem szeretőknek nagyon nem válik a javára. Borzalmas lehet. Borzalmas lehet úgy megélni ezt a egy évet, hogy én valahogy így vagyok Istennel, vagy nem szeretem Istent, vagy nem foglalkozom vele emberi erővel, ezeket a dolgokat nem lehet földolgozni. Erősödött a kereszténység, András atya, az elmúlt időszakban? Vannak ennek jelei, hogy az emberek azáltal, hogy kénytelenek voltak elgondolkodni a sorsukról, kénytelenek voltak megélni a bezártság, a magány misztériumát, nyugodtan mondhatjuk, valahogy hozzáfordultak Istenhez, Krisztushoz? Most ezt nem igen lehet még felmérni. Tehát ennek azért kell egy bizonyos távlat, amikor rálátásunk lesz, hogy valójában megpróbált-e észhez térni egyáltalán az emberiség, és elgondolkodni azon, hogy valójában folytathatjuk-e ugyanúgy a járvány után az életünket, ahogy eddig folyt. Ennek milyen hozama van a teljes hazatérés terén, tehát az egyházhoz és az egyházi vallásossághoz, tehát nem az egyéni vallási szeszélyekhez, hanem valóban a hiteles vallásossághoz milyen vonzerőt gyakorol ez a mostani megpróbáltatás. Az pedig, hogy az egyes lelkekben mi folyik, azt ugye nem látjuk. Én plébánosként azt tapasztalom, bár most az elkövetkezendő hétvégén már zárt ajtók mögött kell a hétvégi, tehát különösképpen vasárnapi szertartást megtartani, de eddig azt tapasztaltam, hogy a saját híveim közösségében egy rendkívül nagy kapaszkodó, és gyakorlatilag nagyon elővigyázatos, tényleg nagyon óvatos, de egy kapaszkodó magatartás volt észlelhető úgy, hogy közben a közösségét is felelősséget éreztek, és erre mindig azt mondtam, hogy tele lehetünk elégedetlenséggel a hívők, a pap iránt, a papa hívek iránt, de amit most tapasztaltam, hogy a bajban hogy tart össze a közösség, az egy rendkívül felemelő erő volt. Az, hogy átkerült az online térbe, maga a liturgikus része az egyháznak, a vallásosságnak, ez adott esetben hozott másokat is? Tehát megjelentek a fiatalok? Többen lettek a fiatalok? Mert hogy végül is egy olyan eszköz jelent meg az egyház kezében, amit eddig nagyon ritkán vagy egyáltalán nem használt. Valószínűleg igen, tehát valószínűleg azért valami többlettel ez is járt. Itt a kérdés az, hogy visszatérnek-e az online térből és az online érdeklődésből az emberek a személyes megjelenésig. Tehát, ki kell szállni egyáltalán? Milyen jó az, ha párhuzamosan is lehet csinálni?
Hát erre azért nem esküdnék meg, szóval azért a személyes jelenlét, amikor lehet, elengedhetetlen, tehát nincs szó arról, hogy... Nyilván valaki, a misztériumot hogy, úgy tudja megélni az ember. Hát nyilvánvaló, meg hát a közösséget is, tehát azért az online tér általában együtt jár azzal a veszéllyel, hogy nagyon sokan a közösségi oldalak használatával például azt hiszik, hogy személyesen vannak jelen a másik életében, vagy egy-egy közösség, vagy témakör körül összegyűlt néhány fő életében, holott nem személyesen, távolról vannak jelen, és valóban csak technikai úton. Tehát azért ezt békeidőben is, hogy úgy mondjam, nagyon komolyan megszenvedjük, hogy elmaradoznak azért, mert az interneten is megoldható nagyon sok olyan állítólagos megjelenés, ami valójában nem az. Én nagyon remélem, hogy akkor, amikor maga a liturgia, egy templomból közvetített liturgia valamit át tud adni, a templom légköréből is, a szentély légköréből is, és egyáltalán a liturgikus atmoszférából, nagyon remélem, hogy ez kíváncsivá tesz sokakat, akik így kapcsolódnak bele a szent miséinkbe, keresztútjárásba, stb., hogy amikor majd lehet, együtt lehessünk, és azért kíváncsivá teszi azokat is, akik eddig nem nagyon jártak, vagy legalábbis hát többeket közülük, hogy ott legyenek, hogy jelen legyenek köztünk. Mária, a különböző generációk alatt hogyan változott meg a böjtnek a misztériuma? Hogyan érte meg az ön dédnagymamája, nagymamája, hogyan érte meg ön gyerekkorában, és hogyan éli meg most? Én nem szégyellem kimondani, mikor születtem, 57-ben születtem. Kemény és idők még voltak. Még élt, és együtt éltünk azzal a dédanyámmal, aki ma néztem meg a születés, el is hoztam magammal a születési anyakönyvi kivonatát, 1876-ban született azon a dédanyám, aki a térdén nevelt fel engem, mert feltett a térdére, és hibákó, mintha csikon lennék. És ő, amikor jött a, közeledett a nagybőjt, akkor ő már fente ki a hamuval a fazekjait, amikből csak ő evett, mert volt, ő már nem keveredett a családdal, ha jött a nagybőt, hamuval kifent mindent, kisuralt, és nálunk húshagyó kedden tőtattyúkat tesznek, sok húst tesznek, és hamvaszerdától már nem esznek egyáltalán húst. És akkor még jobban, amikor én kicsi gyermek voltam, és egész nagybőt idején kásás leveset, vagy leves, mikor ezt, mikor az, de kása, borcs, ez a savanyú lé, és hát alig evett valamit, ilyen levek, nagyon sok savanyú levet, de zsírodékot egy kicsit sem mondom, hogy még a, mert régen földcsiprok voltak, és hogy nehogy maradjon valami zsír, mert a földcsiparban maradhat zsír, mondom, hogy kifőzte és kifente hamuval, hogy egy kicsi zsír se jusson. És imádkoztak. Az az igazság, hogy a legfő dolog az volt, hogy imádkozni, a másikhoz hogy viszonyulni, nehogy szóljunk egy rossz szót, minket is figyelmeztettek, a gyermekeket is, hogy ne beszélj rosszat, ne mondj rosszat róla, nem mindig figyelmeztettek, hogy és suttogva beszéltek szinte, és nagyon sokat imádkoztak, bőtöltek, tehát imádkoztak. Még a beszéd is a bőt? Igen, általában az idősebbek suttogva beszéltek, meg ne bántsanak valakit, meg ne, és tisztálkodás is, hát tisztálkodás nem csak testi tisztálkodás, hanem a kerítéseket, kimeszelték hús, egész bőtön valamit csináltak, valamit felújítottak, még a cölöpököt is, a régen az utak mellett volt egy ilyen árak, és a cölöpök, hogy látszódjon, hogy vagy egy szekér, nehogy bemenjen az árakba, még a cölöpöket is megfestettük mézzel.
a fákat is egy méterig, ugye a köveket, ahol mit tudom én, a virágokat kikerítettük egy kicsit, hogy ne lépjen valaki a virágokra. Nagyon sok mindent. Az állatoknál is kitakarítottak. És megmondom, hogy mégis a legfőképpen az volt a legfontosabb, hogy a lelkünket kitisztítsuk, megbéküljünk azokkal, akiket megbántottunk esetleg, vagy haragba vagyunk velük. Nagyon-nagyon sok rétű volt ez a tisztítás, vagy hogy is mondjam, hát tényleg... Tehát ez nem egyszerűen csak az étel megvonás volt, hanem gyakorlatilag az élet teljes egészére kiterjedt. Igen, igen. Na most egy országos, nemzetközi hírű orvos. Hogyan éli meg a böjtöt? Más ez az időszak, András, mint ami a hétköznapok munkája? Másképp nyúl a betegekhez? Másképp nyúl a kollégákhoz? Másképp szól a kollégákhoz? A kicsit visszatérve az előző, ugye a misék elmaradnak, de a euharisztia vétele az lehetséges templomok előtt, igaz, atya? Igen, minden vasárnap a Kassai téren is, miután a zárt ajtók mögötti szentmise megtörtént, kimegyek, látványosan fertőtlenítem a kezem, igen. És egyesével belépnek a téren várakozók a templomba, és megáldozhatnak valóban. Igen, ez nagyon fontos, és jó, hogyha teszünk a bődben, ugye a fogadalom, és hogyha a fogadalmat meg tudjuk tartani, avval erősödünk, mert az egészet Krisztusért tesszük tulajdonképpen, és ráfigyelünk, odafigyelünk, és ezáltal, és különösen, hogyha hozzáveszünk a euharisztia vételét, akkor az okoz egy lelki tisztulást, és egy adott esetben egy testi erősödést, ahogy a test és léleknek a munkája az összefügg. Világosodnak a gondolatok, világosodnak a tudományos gondolatok, világosodnak a betegellátással kapcsolatos gondolatok. Tehát, hogyha az orvos böjtöl másképp tud hozzáállni a beteghez, különösen fontos ez most, hogy bizony, sok betegünk az intenzív osztályon haldokol. Nekünk is feladatunk hozzájuk közel vinni Istent. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan megtérnek ebbe a légzési haláltusájukba az intenzív osztályokon. Nem tudom, hogy mi a tapasztalata a kedves atyának, de ezeket a beszámolókat kapom. És mindig ide visz a lényeg, hogyha meg tudunk maradni bűnbánatban, ami nem lenyom minket, hanem felemel, akkor nincsen semmi baj. Ahogy egy édesanya is átöleli a kicsi gyerekét, és a megölelés, ha az sír és baja van, azt mondja, hogy nincsen, nyugodj meg, nincsen semmi baj, ugyanúgy így ölel áll minket, át minket a mennyei atya, és nincsen semmi baj, akármennyire is minden nehézségnek és borzalomnak látszik. De ehhez viszont kapcsolatba kell lenni a szívünkben bennünk élő Jézus Krisztussal, aki nem ott van az egeken túl, a felhőkben, akinek nem törődik velünk, hanem itt van bennünk, itt nem ebbe a szívbe, hanem a bibliai szívünkbe. És ez a böjt, ez egy hatalmas nagy lehetőség, hogy ezt a kapcsolatot ővele elmélyítsük, és tényleg benne éljünk, mozogjunk, és vagyunk, ahogy ő azt megmondta. Ezek nagy rádöbbenések, és ez egy csodálatos élményt ad, annak ellenére, hogy ez egy szenvedős időszak, ez a 40 nap, ez kétségtelen. Jó hallgatni. Nézzük meg egy bejátszást, a keresztútjárás fontos része a nagybőti időszaknak. A csíksomlyói passióból egy olyan részletet választottunk, amely a lelki gyötrelmet, az anyai fájdalmat fejezi ki. Vidnyánszky Attila rendező szerint az alkotás a hitevesztett, tébolyult Európa alapkérdéseit boncolgatja. János, mit hallottál szerelmes fiamról? Mondd el azt én nékem, amit mesteredről tudhatsz, vagy láttál világ istenéről. Úgy talán fájdalom,
távozik szívemből. Ó, áldott szűzanya! Keserves hírt néked kelletik hirdetnem. Mert erősen szenved, kedves fiat, s édes gyermeket! Megkötözve vagyok, osztott a Istenem! Hegyek, mölcsek, engem segítsetek! Minden erő, ti velem legyetek, asszonyok, lányok, most már hozzám jöjjetek, segítséggel lenni, igyekezzetek. Hol vagy már, jó család és múlandó világ? Bizony mindenben tennem vagy zöldellő ág. Gyere! Megcsalod, s rettented embert, mint a szuág. Kérem időm megyen, lábaira felhág. Mondd meg, kérlek, világ, hogy hamit vétöttem, hogy bocsánatot kérjek arról, amit tettem. Tényleg hitevesztett Európa? Tényleg tévolyult az a világ, ami most körülöttünk van? És ezt azért kérdezem, mert ahogy kezdtük ugye a pandémia helyzet, ami most már egy éve van a nyakunkon, és egy éve kényszerít magányra embereket, ez azért egyfajta pozitívumot hozott, hogy az a fékevesztett fogyasztás, ami eddig az ünnepeket jellemezte, az most törvényileg lehetetlen, és talán egy picit jó is, hogy az emberek nem azzal foglalkoznak, hogy a különböző nagyboltoknak a polcairól söprik be a bevásárlókocsikba az árut, és tobzódnak a jólétben, hanem azzal foglalkoznak, hogy Úristen, mi van előttünk, mi van mögöttünk, mi vár még ránk. Nem általánosítanék. Tehát valóban egy kettősség azért némi átfedésekkel a szemünk előtt zajlik. Az egyik, hogy egy pici rés nyílik a fogyasztásra, azt a pici rést néhányan eszeveszetten betöldik. Tehát sajnos feltételes reflexé vált az ember életében a fogyasztás. Bizonyos emberek életében. Tehát láttuk megint az eszeveszett adventet. Amikor mindenfajta veszély ellenére a plázák megint tömve voltak, de ez nem mindenkire igaz. Láttuk most a zárás előtt, a szombati bútoráruház előtti eszeveszett sorban állást, amikor hát nem létszükségletnek megfelelő bútorokat vásároltak, mert azt általában szállítók viszik ki, apróságokat, amit az ember kézben el tud vinni, és ami valószínűleg egyáltalán nem szükséges. De láttuk, hogy pánikszerű mindez bizonyos emberek életében. Egy másik réteg életében pedig valóban azért ösztönzést jelent mindez az elmélyedésre. Egyébként nagyon érdekes, eszembe jutott, hogy idefelé jöttem, magának a nagybőjtnek az alapvető jellegzetessége Jézus 40 napos pusztai bőtjéből kiindulva. Milyen elemek vannak jelen? Ahogy az apostol megfogalmazza, a testvágya, a szemekvágya és az élet kevésége a három kísértésben, ugyanakkor a kísértés kitől ered, jelen van a sötétség hatalma, amely a kísértést a jótékonykodás álcájában megpróbálja eljuttatni, még az Isten fiához is, mert nem ismer lehetetlen. És hát ott van a puszta, a magány, a vállalt, de kint aztán kényszerű magány. És itt is hihetetlen, hogy ott van az emberekben a testvágya, a fogyasztás vágya, a szemek vágya. Már most kezdik nagyon sokan lekötni a nyári, külföldi, legfertőzöttebb vidékeken és területeken való nyaralásaikat. Aki nem bírja ki, jöjjön hozzám, én mondok Budapesttől 50 kilométerre már olyan helyeket, hogy nem fog elhinni, hogy Magyarországon van, hogy ilyen szépség itt létezhet, a gajaszurdoktól kezdve bármi. Vagy éppen a Pilis, vagy éppen a Börzsöny, vagy
Vagy a bükk, vagy az emplét. De bizonyos helyek, amelyek tényleg csodát rejtenek, és nem ismerik, átlépünk fölötte messzi külföldekre. A harmadik pedig az élet kevésége, a mindenkinél mindent jobban tudás. És mert hogy mindenki szakember lett hirtelen, mindenki virológus lett hirtelen, mindenki, a legegyszerűbb emberek is hirtelen immunológusok lettek. Andrással erről beszélgettünk, amíg készültünk a műsorra, és jelen van a sötétség hatalma, amelyiknek semmi más dolga jótékonyság álcájában és állarcában zavart kelteni, pánikot kelteni. És ez most életveszélyesnek tűnik. Annyira kidomborodik Nagybőjtnek, Jézus pusztai bőjtjének az összes jellegzetessége most ezen az állapoton, és vannak, akik Jézussal tartanak, és visszautasítják hiteles igékkel és hivatkozásokkal ezeket a kísértéseket. Lám, milyen érdekes, hogy így materializálódik a metafora. András. Én még csak annyit akartam a előbbi kérdésedhez hozzátenni, hogy Európa és a fiatalságnak egy nagy lehetőség, mert beszélünk a fogyasztásról, talán az inkább a középkornak vagy annak, de a fiatalságnak, akár hogy is vesszük, ez a eszeveszett bulizás, és nem arról van szó, hogy nem jó a tánc, vagy a együtt a közösségi élmény megélése, mit tudom én, este 12-ig, akár egyig, nem erről van szó, de a fékevesztett bulizás, tivornyázás, hát az abba maradt. Na most ezt az ember egy nagy veszteségként éli meg, a fiatal, akinek ez egy életeleme volt, de hát azért telnek, múlnak a hónapok, fél évek, és rájön arra, hogy kell, van valami más is, és ezt, szóval nincs mese, önkéntelenül is az ember elkezd befelé fordulni, és elkezdeni a nagy utazást a lelke mélyére, ahol törvényszerűen fog találkozni Krisztus Urunk homályos hangjával, az igazsággal, a szeretettel, és ez az emberben megvan az eredendő jóság, és rá egy lehetőség arra, hogy rádöbben arra, hogy azért érdemes lesz máshogy csinálni, elkezdeni azt az új életet, ami azért be fog következni, azt látjuk ugye azért a tendenciából. Tehát atyával talán egy kicsit finom hangolnám, azért sok embernek ez egy nagy lehetőség, én úgy gondolom, hogy egy más irányba kezdi el terelni a életét. Ugye Európának a legnagyobb problémája, amit mindig hallunk tőletek, hogy egy ismere, hisz Istenben, de inkább beteszi az ismeretlen kategóriába, úgyse ismerjük meg, itt éljük a dolgunkat. Viszont nem, mi nem az ismeretlen Istenbe hiszünk, hanem abba az Istenbe, akit az Úr Jézus megmutatott, és aztán a húsvéti három napban, a nagy hétben végképp megmutatta a természetét, és ehhez az Istenhöz kell odatérnünk, és akkor látjuk azt, hogy bizony ő segítségével a legnagyobb problémáinkat, félelmeinket, bűnös vágyainkat mind-mind meg tudjuk oldani. Ez egy óriási üzenet és lehetőség, erre rásegít, hogy mondjam, még ez a nagy nehézség, ami most van a Földön, ez a pandémia. Mária hogyan éli meg a közönség bőtjét? Tehát egy művésznek, egy énekesnek a közönség az értető ereje, és ha nincs, akkor bőjtként kell, hogy megélje, ugye? Én annyira nem fájlalom ezt a változást, megmondom igazán. Én még egy olyan világban nőttem fel, ahol húshogyó kedvestén volt az utolsó bál, és nem húsvét napján kezdődött a tánc, hanem csak húsvét második napján, hétfőn volt szabad táncolni és mulatni. Húsvét napján még nem. Úgyhogy én egy kicsit úgy érzem, hogy visszazökkentem abba az életmódba, ami még volt gyermekkoromban, lánykoromban, mert én később énekeltem itt, vagy koncerteztünk. Én megmondom igazán, hogy majdnem isteni, de isteni kegyelemnek tartom ezt az időszakot is, megmondom igazán. Lehet, hogy
sok mindenki nem ért velem egyet, de esélynek, hogy megigazuljunk, és nem, én nagyon boldog vagyok ebben az időszakban is. Most így változott a világ, és sajnálom azokat, akik keseregnek nagyon, és látom, hogy azok keseregnek legjobban, akik nem hisznek. Mert aki hisz Istenbe, a rosszot is jóra tudja változtatni, hogy mondta azon, de falusi világban, az én világomban, ahol én felnevelkedtem, ha rossz volt, még jobban biztatták egymást, és mondták, majd meglátod, a jó Isten mindent jóra fog változtatni, mert minden jó előtt kell egy mélypont, kell szenvedés, és mélységeket meg kell éljen az ember ahhoz, hogy fel tudjon emelkedni. Jó, de az erőfeszítés az része volt a régi korok emberének, és az erőfeszítés a háború után, vagy az 56-os forradalom után, különösen Romániában, ugye az erőfeszítés az tényleg a mindennapok része volt, mert ahhoz, hogy az ember túléljen, megéljen, ahhoz nagyon-nagyon sok erőre volt szükség. És minthogyha elszokott volna az emberiség attól, vagy az emberiség egy része, elszokott volna az erőfeszítéstől, és ezért aztán mondja azt, hogy jó, ez van, és akkor elengedem. Elengedem, és akkor inkább pszichológushoz járok, inkább gyógyszereket szedek, inkább szerekhez fordulok, de nem akarok erőfeszítést tenni. Azt látjuk, hogy a különböző generációváltásokban állandóan jelen van egy olyan fajta változás is, amelyre azt szokták mondani, és ez most egyre jobban terjed ez a mondás, hogy a nehéz időszakok erős embereket termelnek ki, az erős emberek virágkort hoznak létre, a virágkor gyenge embereket termel ki, és a gyenge emberek nehéz időszakokat hoznak létre. Na most mi már nem vagyunk olyanok, a mi generációnk sem olyan, mint apáink voltak, akik azért átvészelték sokszor a csatatéren a háborút, és az utánunk jövők már nem olyanok, mint amilyenek mi voltunk hajdan, hogy megelégedtünk azzal, hogy az üzletben egyfajta vaj van, kétfajta kenyér, egyfajta tej, stb. És éltünk, és megvoltunk, és így a katonaságtól kezdve mindent végigcsináltunk azzal a teljes természetességgel, hogy ez a sorsunk, és ez így van rendjén. Ma, ami természetes a fiataloknak, abban sajnos a mi generációnk vitte bele őket, amit András is említett, ez a fajta bulizási mánia, ez néha rögeszmésé válik, és egyszerűen egy olyan vérré válik a fiatalokban egy olyan fajta függéssé, amit most nagyon nehezen tudnak kiböjtölni. Na most azt a fajta, tényleg nem akartam megkerülni a kérdést, hogy Európa megőrült-e, a hangoskodók mindenképpen úgy viselkednek, mint akik megőrültek, és a hangoskodók néha jelen vannak a társadalmak életének az irányításában is. Elbizonytalaníthatják a hívő embereket? Vagy az önmagukat az a hívő embereket? Hát nem hiszek a nem hívő hívőkben. Tehát abban hiszek, aki igazán hisz. Az ő hitében hiszek igazán, akik azt mondják, hogy tudok, mint Szent Pál apostol, tudok bővelkedni, de tudok szűkölködni is. Ha most egy ilyen élethelyzet állt elő, bizonyára ébreszteni akarja a világot. Kétféleképpen ébredhetünk, vagy nagyon erős lelkiségi erőfeszítések és mozgalmak törnek föl, amikor ébresztőt fúj maga a Szentlélek, vagy pedig el kell viselnünk természeti, esetleg ne adja a Jóisten háborús csapásokat, amiből aztán újból föl kell kelni, és akkor újból mihez nyúlunk? Mindig, ilyenkor mindig a keresztény tanításhoz nyúlunk. Tehát az egyház egyszerűen kult szerepet érez akkor, amikor az emberek kapaszkodó után próbálnak nyúlni. Hát most remélem, hogy a nagy tragédiák azért elmaradnak, de mi a kapaszkodóval készen állunk. Én csak annyit tennék a kedves atyához hozzá, hogy és ez az értelem útja, tehát a hit útja, talán 1000 évvel ezelőtt inkább volt érzések, érzelem, de mostanra ebbe a tudomány is nagyon sokat segít. Az értelem útján el tudunk jutni a világban
is Isten megismeréséhez, ugye az Úr Jézusnak a megismeréséhez. Például itt vannak az eucharisztikus csodák. Az eucharisztikus csodáknak az analizálása a legfejlettebb patológiai, szövettani feldolgozással történtek meg, az, ahogy is megtalálta szívizomsejt ott van a eucharisztiába, csak nem akar az ember tudomást venni, mindig bedobja a mitológiának, vagy nem tudom, minek nevezzem a dobozába. Tudományosan igazoltak például az eucharisztikus csodák. A Buenos Aires-i, akkor pont Ferenc pápa volt még ott a Buenos Aires-nek a keresztény vezetője. Tehát igenis a tudomány tudja még jobban igazolni, még előre vinni, hogy az értelem, a tudás útján jussunk el addig a feltámadás igazságához, és az, hogy ez az egész az úgy van, ahogy az Úr Jézus mondja. Nem szabad semmit kihagyni belőle. Van egy drága barátom, ilyen mondása volt neki, hogy igen, András, Jézus olyan jókat mond, de azért nem mindenbe értek vele egyet. Így nem megy. Hát ez nem egy dialektikus kérdés. De megvan, és ez egy csodás dolog a gondolkodó ember számára, hogy az értelem útján is el tud jutni imádságban az Úr Jézushoz, a feltámadt Krisztushoz. Igen, de az, hogy a kereszténység valóban lehessen, ahhoz bizony szenvedés kellett, úgyhogy most a bőjt és a testi szenvedés elviselésének témájában jön egy további részlete a Csíksomlyói Passióban. És hol vannak a napkeleti bölcsek? Minden bölcsességükkel. És akiket megszabadított. Most! Hol vannak? Hol vannak, akikkel csodát tett? Akiket meggyógyított? A különféle betegségekben és kínokban sínylődők? Az ördöngösök, holdkórosok, gútaütöttek és bélpoklosok? Hol van a százados szolgája? Hol van a náimi ifjú? Hol van Járius és Járius leánya? Hol a görbett asszony? Hol vannak a meggyógyult vérfolyásosok? Elszáradt kezűek, sánták, csonkák, siketek és némák? Hol a kananeli asszony lánya? És hol van minden meggyógyított vak, vízkóros és hideglelős? Hol vagytok? Hol vagytok? Hol vagytok? Hol vagy? Hol vagy, Jézusom? Jöjjetek én hozzám, kik terhelve vagytok, és mindnyájon nálam nyugodalmat kaptok. Térjetek meg bűnben, kik torkig úszkáltak. Minden bűnötökre szabadulást adok. Mert a mennyországban mások be nem térnek. Senki bűnben az én atyámhoz nem mehet. Nem adatik soha bűnösnek az élet, hanem bűnt, kénköves tűz örökre éget. A bőtről beszélünk, de tulajdonképpen a bőtnek a kifutása az a húsvét, ugye a keresztáldozat, és aztán a feltámadás, amelyik a legnagyobb misztériuma a keresztény vallásnak, mert csodálatos dolog a karácsony, a kis Jézus megszületése, de az még csak az ígéret. Tehát gyakorlatilag a húsvét az, amikor beteljesedik az ígéret, és aztán föltámad Krisztus, bizonyítva ezzel, hogy az ember föltámadhat, ezáltal bizonyságot téve, hogy tekintsünk úgy az életünkre, hogy ez egy olyan pillanat a világ mindenségben, amely egy átmeneti időszak, amelynek a születéstől a halálig tartó része arra szolgál, hogy fölkészüljünk ugye az Istennel való találkozásra. Nagyon erősen bólogat Mária. Önök ezt hogyan? Azért, mert egyetértek azt, amit ezt az időszakot.
Ez a fajta felkészülés is benne volt? Benne volt a várakozás? Tehát nem a bánat volt benne, hanem az öröm, hogy végre beteljesül? A Csángó világban egész élet, nem csak a nagybőjt, hanem tényleg így nem, semmi túlzás nélkül, az egész életet egy kicsit arra tartották, hogy megélem az életemnek a stációit, de minden áldott nap megköszönte az Istennek, hogy megérte ezt a napot is, és úgy élte meg a napokat, heteket, hónapokat, éveket, még az életének a stációit, hogy fel kell készülődni a túlvilágra. Erre való ez az élet, hogy felkészülődjünk. És egy bizonyos kortól már illet felkészülődni már ténylegesen a halálra, hogy már ott volt a stafírunk, a halotti stafírunk. Újjászületés, a lehetőség. Hát, hogy befejezi ezt az életet, miközben felkészülődik lelkileg, hogy mit visz át a túlvilágra. Mert semmit nem visz, csak azt, amit a lelkében hogy viselkedett, hogy mit szerzett. Semmit nem visz, csak az egész életét. Csak a lelki életét, és hogy mennyire tudta a lelkét fejleszteni, csinosítani, vagy ezt csak így humorosan mondtam, de nagyon komolyan vették a Csángó világba ezeket a dolgokat, és a felkészülést. És a nagybő tényleg egy nagyon vártuk a húsvétot, mert felújult az ember. Történt mindig valami, állandóan, minden évben megismétlődött, de mindig történt valami felemelkedés a bőjt után. Egy ilyen felszabadulás, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert sok mindent szavakban nem lehet elmondani, még nem is volt szokás elmondani, leginkább megélni. Megéltünk dolgokat. Ma sokszor úgy érzem, hogy sok mindenről nagyon szépen, választékosan a keresztény világ is egy kicsit megtanult szépen beszélni, nem tudom, nem megéli a dolgokat, hanem kommunikálja? Nagyon szépen kommunikálja néha, de meg kell élni. Ezt én a gyermekkoromban is megtanultam, meg kell élni. És megélve olyan csodálatos magasságokat és mélységeket el lehet érni, hogy azokból aztán sokáig lehet élni, mert azok csak pillanatok, de csodálatosak. Azokban akkora erő van, hogy sajnálom azt az embert, aki nem jutott el oda. András nap mint nap megéli a halált is. Igen, ezért aztán a feltámadást is, és nagyon megint hadd szóljon belőlem a természettudománnyal foglalkozó orvos, hogy Jézus testének az anyaga, az a sok nátrium, víz, meg mindenféle atom, amit tanultunk a középiskolában, eltűnik a világegyetemből. Tehát nem maradott, mint ahogy mondjuk a Szent Jobb erekje, meg számtalan szentnek a erekjéje. Ugyanakkor megjelenik egy megfogható, halatevő, átölelhető testben, az utolsó vacsora testében. De ez a test már egy más létrendbe tartozik, de mégiscsak megölelhető, és mégiscsak tud halat enni a tanítványainak. És ez a mi jövőnk, tehát ez a jövőnk, ez már megtörtént. Kedves Barsi atyától hallottam, Ferences atyától, hogy olyan jól mondta, hogy a mi jövőnk már megtörtént. Mi nem olyat várunk, mint ami még nem történt meg. Ahogy nagyon sok más vallású testvérünk olyan jövőt vár, amiről nincs bizonyossága, de nekünk a feltámadás bizonyossága Krisztus bizonyosságával és a szűzanya elszenderülésével, mert őneki is eltűnt a teste a világegyetemből az anyaga, tehát egy más létrendbe. Tehát így kell értelmezni azt hiszem a test feltámadását, de hogyha majd kijavít, és ez egy ilyen a testi ember számára azért ez egy plusz öröm, hogy adott esetben elhalt édesapámat, akár meghalt gyermekemet, barátaimat, meg fogom ölelni a feltámadás után, de más létrendbe tartozó testtel, de mégiscsak van annak egy testi vonatkozása,
Tehát nem csak a lélek halhatatlanságába hiszünk, mert abban körülbelül 1000 vallás biztos hisz, hanem a test föltámadásában, annak a testnek, ami itt élt, szenvedett a földön, kínlódott, pandémiába meghalt, megfulladt, borzasztó rossz dolgoktól, de az a test frissen, fiatalon fog feltámadni, mert Jézus nem úgy támad fel, ahogy a kereszten kinézett nagypénteken 2:30-kor, és ez egy óriási nagy öröm, hogy mi se úgy fogunk feltámadni, ahogy adott esetben egy kórházi ágyon, vagy egy baleset után elmegyünk, hanem abba a testbe, hogy a Jóisten minket megalkotott, elképzelt frissen, üdén, fiatalon, a Nick Vujicic is karokkal és lábakkal fog föltámadni. És az, ez egy olyan nagy öröm, ami így itt maradt már nekünk előrevetítve a feltámadásnak ennél sokkal nagyobb örömét, mert nyilván az egy végtelenül nagyobb dimenzió, de azért ez egy nagy megnyugvás, hogy itt hagyta nekünk ezt az Úr. Megváltás. Most, amiről eddig beszéltünk, én azon gondolkodtam, hogy mindenki a beteljesedésre várakozik, vágyakozik, mindenki azt célozza meg valamivel. Vannak egészen mulandó bulizásról volt szó, ezek a nincs holnap mentalitású bulizások. A pillanat beteljesedését várják, de emberi beteljesedést várnak benne. És mindenki valahol máshol keres, és az ember azt mondja, emberek, álljon már meg a menet, hát ha mindenki máshol keres, akkor mi az emberi beteljesedés? És erre valóban Jézus Krisztus megadja a feltámadással a választ, tessék, ez. És nem csak, hogy a jövőnk már megtörtént, hanem megjelenik húsvétkor feltámadott testében a tanítványoknak húsvét vasárnap este, úgyhogy már tél és időbeli akadályok nem állnak előtte, tehát zárt ajtókon keresztül. És mintha elfelejtette volna földi életében, most még gyorsan bepótolja, de nem így van, hanem nagyon tudatosan teszi, rájuk lehel, vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer. A bűnbocsánattal, a feloldozással, a lélek úgy fog kinézni, ahogy most ez a test kinéz megdicsőülten. Már föltámadhat bennetek a lélek a bűnbocsánat által. Fiatalokkal beszélgetek és kérdezgetem őket, mit hisznek az emberek a túlvilági életről. A válasz az, még a nem hívők is hisznek a mennyországban, automatikusan mindenki üdvözül, akármit csinált, jó volt, rossz volt, mert még akik Isten tagadják a mennyországban. De ez olyan megnyugtató. Önmegnyugtató és önámító. Mondom, és mit hisznek az emberek? A kétesélyességről, a pokolról. Azt mondják, azt csak az egyház találta ki, hogy sakkban tudja tartani vele az emberiséget. Na most azért, amiről András is beszélt, szóval azért a realitások mezején maradjunk. Bizonyos misztériumokat nem tudunk fölfogni, de elfogadjuk, ilyen a feltámadás, ezzel megajándékozottak vagyunk. Mint amikor, és egy életen keresztül bontogatjuk ki az ajándékcsomagot, ahogy a kisgyermekek a születésnapjukon. Ugyanakkor viszont egy a teljes egyetemes emberiségre vonatkozó egyetemes beteljesedés, ami persze mindenkit személyesen érint, ezt kapjuk meg a feltámadással, mint egy önmagunk jövőjét szemlélhetjük abban az Úr Jézusban, aki időben viszont már tényleg megmutatkozott előttünk föltámadottan, tehát tényleg már elkezdődött a jövőnk, és ott van benne elrejtve, és nekünk erre kell készülni, hogy benne éljünk, hogy ezt mi magunk is átélhessük. Egy gondolat csak, hogy mondtad, nagyon fontos ez tényleg, hogy ugye Krisztusban hiszünk, de tudjuk, hogy a sátán van, aki legyőztetett, de folynak az utóvétharcok, és tényleg a legnagyobb bravúrja, hogy elhitette, főleg a fiatalsággal, hogy nincs. Hogy ő maga pedig nincs. Pedig van. És ez nagyon kell, tehát a meccs meg van nyerve, de a stadionból kifele jövet még történnek bajok. Igen, tehát az Úr megadta a szabad akaratot az embernek, tehát igen. Adott esetben drukkolhat. Csak mérsékel determinizmus vallunk, tehát azért a kegyelem és a kísértés vonzásában élünk, de középütt valóban ott van a szabad akarat. És hát van egy életünk rá, nagyon rövid, és nagyon hamar elmegy, de azért van egy életünk rá, hogy eldöntsük, hogy melyik oldalra állunk. 2 percünk van ebből a műsorból. Őszintén szólva én akár órákat szívesen elbeszélgetnék erről a témáról.
És azt gondolom, így húsvéthoz közeledve talán a nézőink kíváncsiak arra, hogy önök hogyan készülnek erre a hatalmas misztériumra, hogyan élik meg a böjtöt személyesen. Kezdjük talán Máriával. És mit tanácsol, hogy hogyan éljék meg az emberek, azok, akik önt szeretik, akik imádják a hangját vagy a kerembeit? Én azt tanácsolom, hogy ha ott van valahol elrejtve a polcukon, mondjuk egy Hegyet hágék, lőtőt lépék, Erdélyi Zsuzsanna könyve. Ezt azért ajánlanám, mert a nagyon sok ősünk ezeket az imákat évszázadokig imádkozta, és talán valami kapcsolatot tud teremteni azzal az állapottal is, amiben ők beengedték magukat, az őseink. Mert Csángóföldön is megteremtették azt a környezetet, amelyik segíti ahhoz, hogy meg tudja élni ezeket a misztériumokat. Én le fogom venni Erdélyi Zsuzsa írását. András atya? Csíksomjón egy rokonom elmagyarázta, hogy Hajdan a Szalvátor kápolnához vezető útköves volt, és sokszor a búcsúk után a keresztutat végző csángók vérétől piroslott napokig, akik nagyon sokat szenvedtek, de ott térden mentek fel a Szalvátor kápolnáig azért, hogy megmutassák, hogy szembefordulnak, önként fordulnak szembe, és farkasszemet néznek a szenvedéssel, és vállalják a sajátjukat, azt, amit tényleg szabad akaratból hozzá tudnak tenni a saját megváltásukhoz. Én azt tanácsolnám az embereknek, és ezt próbálom mondani a híveimnek is, és hát persze amennyire tudok, törekszem rá én is, forduljunk szembe tudatosan. A szenvedéssel, saját felajánlásainkkal legyen bennünk ehhez kellő bátorság, tudatosodjon bennünk mindennek az értelme. Ez az utolsó szójogán. Hát köszönöm, hogy frontálisan kell ütköznünk az egónkkal, ez a böjtnek a nagy lehetősége, és ráismerünk arra, hogy a megváltásunk a kereszten történt meg, és az ima bizony elvisz ahhoz, hogy igazán, és a böjt elvisz ahhoz, hogy igazán létbe jöjjünk, bátorságunk legyen a léthez, az igazi léthez, ami megelőlegezi az örök létünket. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és kívánom, hogy a nézőink is fogadják meg ezeket a tanácsokat, amiket elmondtak. Önök az Ez itt a kérdés poénta kiadását látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, a YouTube-on, és követhetnek minket a Facebookon is. Az Ez itt a kérdés portré műsora vasárnap este 7 órakor jelentkezik, Sipos Szilvia kolléganőm vendége ezúttal, Miklós Erika opera énekes lesz, tartsanak velünk akkor is. Én munkatársaim nevében is köszönöm az egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!